Sziasztok, megint a konyhából jelentkezek. Gyorsan összedobunk egy cacikit. Azzal kezdjük a dolgot, hogy ezt a bitang nagy uborkát meghámozzuk és lereszeljük. Amíg az uborkát meghámozom meg lereszelem, addig a krumplit elkezdjük sütni, mert hát a cacikihez azért valamit kell enni is. Csak simán így történik egy serpenyőben, olajban. Na, de akkor hogy legyen egy kis háttérsztori is a videóhoz. Ugye kitaláltam ezt, hogy kéne enni egy kis cacikit, és kitaláltam, hogy akkor csináljunk hozzá rántott sajtot, sült krumplit. Ugye elmentem élelmiszerboltba alapanyag beszerző körútra, összehasonlítottam a pultban kapható sajtokat árilag, illetve az előre bepanírozott, lefagyasztott sajtokat, és arra az elhatározásra jutottam, hogy előre panírozott, fagyasztott, rántott sajtot fogok venni, mivel olcsóbb, mint hogyha megveszem külön a sajtot, és én panírozom be. Szintén a krumplit is azért vettem ilyen előre meghámozott földaraboltat, hogy azt csak meg kell sütni olajba. Mondjuk abból nem néztem, hogy mennyi lenne a nem előkészített krumpli, de szerintem itt sült krumplinak ez jobb. Olcsóbbnak nem biztos, hogy olcsóbb, de mindenképpen finomabb, meg egyszerűbb elkészíteni. És akkor majd a videónak a végén, ha már bemutattam nektek az elkészült kaját, meg is kóstoltuk, akkor majd csinálunk egy gyors anyagkihozatalt, mert elvileg nem dobtam el a blokkot. Na, itt van a lereszelt uborka, meg van sózva, most félretesszük, hadd engedje a levet. Na, amíg az uborka engedi a levet, meg sül a krumpli, addig előkészítjük a görög joghurtot. Ez lenne a görög joghurt, mindjárt mehet bele a fokhagyma. Na, bele van nyomva két kereszt fokhagyma, meg egy kis citromlé. Igaz, a recept citrom facsorással írja, de nem volt itthon egész citrom, úgyhogy csak citromlevet tettem bele, most jól összekeverem. Na, közben az uborka reszelékünk szépen leeresztette a levét, úgyhogy most leöntjük meg, kinyomkodjuk, és utána mehet bele a görög joghurt. Íme egyesítve van a görög joghurtos lé és a uborka. Most már csak meg kell borsozni, és kész a caciki. És már a sült krumpli is elkészült, ott pedig sülnek a finom rántott sajtok. A caciki pedig elkészült. Úgyhogy most azt várja, hogy utolérje a többi alkatrész is, és lehessen asztalhoz ülni. Na, elkészült a finom ebéd. Mutatom is nektek, hogy milyen lett. Így néz ki. És most már nincs más hátra, csak hogy megkóstoljuk. Na, ez igazán finom lett. Úgyhogy most akkor majd a videó végén még jöjjön egy-két szó az anyagkihozatalról. Persze csak miután mindet megettem. Na hát most, hogy elfogyott a kaja, kerestem én azt a blokkot, de még sincs meg a blokk, úgyhogy nagyjából emlékszek azért, hogy mi mennyibe került. Tehát a krumpli volt 2400, a rántott sajt volt 1300, fokhagyma egy 100-as, a görög joghurt egy 500-es, meg a uborka volt 200 forint. Igazából a többi hozzávaló az volt itthon, úgyhogy ezt nem kellett megvenni. Most ez így együtt kijött 4500 forintra, de ugye mivel a krumpliból nem mind lett felhasználva, ezért mindjárt le is vonunk belőle, mert csak a fele lett felhasználva. És akkor így már csak 3100 forint, és ezt eloszthatjuk, hát 3-4 adaggal oszthatjuk el. Most 3-an ettünk belőle, de a gyerek az ugye csak egy sajtot evett, meg kevesebb krumplit, meg maradt egy adagra való. Jó van, osszuk el 4-gel, és akkor az annyi, mint 775 forintra jött ki kb. Adagonként. 800 forinttal számolva nem egy horribilis összeg. Úgyhogy javaslom nektek is, hogy készítsétek el ezt a finom ebédet. És köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, a következő videóban találkozunk, addig is mindenkinek minden jót, sziasztok!